Szemmel láthatóan is komoly károk keletkeztek a Hercegkúti, Kőporosi és Gomboshegyi pince soron, amely területe a világörökség részét képező tokai kultúrtáj egyik magterülete. A június elejé, illetve korábban a májusi özönvízszerű esőzések következtében veszélybe kerültek ezek a magántulajdonú közterületről nyíló pincék. Nagy részébe betört a víz, több helyen a bejáratok boltozata is beszakadt, a pincék egy része életveszélyessé vált. A pince tulajdonosok az elsődleges kármentesítést ugyan megkezdték, de a teljes helyreállításra nincs fedezetük. A pincék tulajdonosai a károk helyreállítása érdekében a legszükségesebb intézkedéseket megtették, folyamatosan szivattyúzzák még jelenleg is a bent lévő vízmennyiséget, aládúcolták a megrodgyant részeket, többen hozzákezdtek már a helyreállításhoz is, egyesek pedig még fóliákkal védekeznek a további vízbetörések ellen. A hercegkútiak a világörökségi területeket kezelő UNESCO-val már felvették a kapcsolatot, ám eddig visszajelzés nem érkezett. Korábbi gyakorlat alapján valószínűsíthető, ha a jogosnak ítélik meg a magyar kárenyhítési kérelmet, akkor 5-10 millió forintnyi támogatás valószínű. Egy kérelmet nyújtottunk be a UNESCO magyarországi képviselete felé, amelyben részletesen taglalva lettek a történt események. Ebben tájékoztattuk a bekövetkezett károk mértékéről. Információnk szerint korlátozott lehetőségei vannak az UNESCO-nak a Viszmajor jellegű események kárenyhítésére. Jelzés még nem érkezett tőlük, hogy milyen segítségre számíthatunk. A pincék helyreállításához elsősorban geodéziai felmérésre lenne szükség az UNESCO támogatásával. Hercegkúton ugyanis senki sem tudja pontosan, hogy a pincék ágai merre is tartanak, egymás alatt vagy keresztbe futnak. Egyelőre a geodéziai felméréshez, egy háromdimenziós pontos feméréshez lenne elegendő, mivel nem rendelkezik sem a földhivatal, sem az önkormányzat pontosan információval arról, hogy ezek a pinceágak hogyan is helyezkednek el. Ugye azt tudjuk, hogy ezek több mint 200 éves a népi építészet remekeként megépült pincék, nem mérnökök tervezték, és jelenleg nincs arról információ, hogy melyik pinceág a föld belsejében merre halad, illetve pontosan hogy helyezkedik el. Tehát emiatt lenne szükséges a helyreállítást megelőzően egy pontos háromdimenziós geodéziai felmérésre, ami szintén egy több milliós összeget. A település edzője azt mondta, korábban már megírtak egy olyan pályázatot, ami megoldotta volna a felszíni vízelvezetést, a csatornázást a világörökségi területen. Ez a pályázat viszont nem kapott támogatást. Volt az önkormányzat részéről egy olyan kezdeményezés, hogy a világörökségi pincesorok komplex rekonstrukciója, ez tartalmazta volna a komplex vízelvezető rendszernek, az utak felújításának a tervét is, mindenképpen együtt, tehát az összes pincesort komplexen kezelve tudnánk a későbbi károkat megelőzni. A pályázati anyagban foglaltak megvalósítása jelen állapot szerint legalább 100 millió forint lenne, ennyibe kerülne a világörökség megőrzése.